Jaj, drága! Gyere, vegyük be a Fluimucilt! De miért? Mert amikor hurutosan köhögünk, Fluimucilt szoktunk bevenni. De miért? Mert ilyenkor letapad a váladék a tüdődben, amit fel kell oldani, és a Fluimucil ezt csinálja. Anyának kicsertötted, amikor kicsi volt? Még most is ezt adom neki. De miért? Fluimucil, mert hurutos köhögésre gyerekeknek és felnőtteknek régóta ez a válasz. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Önnek elege van abból, hogy túl súlyos? Unja már a monoton edzésterveket? Látványos eredmény nélkül? Hasprések ezrei, és ön nem lát változást? Nem kell többet szenvednie, mert ez a forradalmian új készülék megváltást hozhat önnek. Ezzel a forradalmian új készülékkel ez a has is elérhető önnek. A haskereket mindenhova magával tudja vinni, és most rendkívül olcsó áron beszerezhető. Mert az ára most csak 3999 forint. Az állomára keréséhez hívja a 0620-333-333-as telefonszámot. Most rendeli meg, ajándékba egy sékert is kap. Elege van abból, hogy minden egyes nap a húgák tologatásával foglalkozik? Vagy elege van abból, hogy a mindennapi bevásárlások során a tudatlanságát kihasználva teljesen lehúzzák pénzzel? Még akkor is, mikor csak egy nyalókát szeretne vásárolni, de 1000 forintból csak 500-at adnak vissza, és így már nem tudja befizetni a rezsit, és a fürdések elmaradásával már az emberek se akarnak önnel kezet fogni. De mi tudjuk a megoldást. Itt van az új függvénytábla 2000, ami megoldja a problémáit. Ha többet akarnak tudni, maradjanak velünk. Üdvözlöm a stúdióban, Szabolcs és Máté barátok. Szervusz, Szabolcs. Szervusz, Szabolcs. Máté sajnos nem tudott eljönni, mert éppen az RDS-nél folytat nélkülözhetetlen munkát. Megpróbálja visszaszerezni a boltból elcsalt pénzét. Mekkora fej. De szerencsére én tudom a megoldást. Itt van a forradalmian új függvénytábla 2000, ami most csak önnek 199.990 forintért rakapod. Mennyié? 199.990 forintért. Ebből megveszem. És így a függvénytábla 2000 megszabadítja önt a mindennapos kukák tologatásától, és a pénzzel se lesznek innentől kezdve gondjai. A mindennapos bevásárlások során se kell azon aggódjon, hogy lehúzzák őt pénzzel, hiszen ott lesz önnél a függvénytábla 2000, amivel gyorsan és egyszerűen le tudja ellenőrizni, hogy az eladó jól adott-e vissza. És egy 50 forintos nyalóka vásárlásánál se fog 500 forintot visszakapni, hogyha 1000-essel fizet. Így be tudja fizetni a rezsit, és minden nap le tud fürödni, és az sem fog gondot okozni, hogyha találkozik egy barátjával, hogy kezet fogjon. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Jabawa ninchikoh babushani aitanni wanyaruska. Ez kinyávi ucsúzó. Igen, de hát mondom, hogy most már megvan a pénz. Eri csalja kulka inti kuniku szuá. Ekkora összeget nem hordok magammal. Mondja, hajj kicsi. Szogurulje pulyanya urmán szuvatika. Kusukó konhagyfintú. Azt hiszem, megtettem volna, ha van más választás. Klap, Jabba. Kupa, kupatni a tapamba! Előbb meg kell ölnie. Ugye, nyoma!
Cseszpokot tudták, Krisztán, Krenko, Ják, Oszkár. Csak vigyázz, belém ne törjön. Magulú! A takarítóknak. Ja, bon nagy. Tegye a kezét a tévére! Segíteni fogunk önnek! Előzzük a rontást és a gonosz szellemeket Yu-Gi-Oh kártyák segítségével! Kollégám már is jósol! Ez a kártya azt mutatja, hogy az ön családjában a jövő hét folyamán komoly tragédia fog következni. Kérem segítsen, hogy segíthessünk! Hívja a bal sarokban látható hívószámot. A hívás ára... Ennyik a FIFA-hoz? 10.000 forint. Güle-güle! Güle. Magyar Bográka vagyok, köszöntöm Önket a fókuszban. A Vajdaságban megrendezésre kerülő katonai harcmozdulatú karate versenyre 6 klub nevezte versenyzőit. Fiúk és lányok mérték össze a tudásukat 5-től 25 éves korig, gyermek, junior, valamint senior kategóriában. A legtöbb versenyzőnek a mostani az első versenye, ahogy a kis Almási Kristófnak is. Apuval készítettünk egy ilyen szalmazsákot, egy ember mélyetűt, azok gyakoroltam. A múlt héten zajlódó főzősabonyi választások nem mentek zökkenőmentesen. Arról kérdeztük a lakosságot, mit várnak a jelöltektől. Táncest, akik énekelnek, hogy ki lehessen nyugodtan menni a parkba, mert eddig nem lehetett kimenni a parkba, mert nem volt semmi, ami jónak látnám, hogy ki érdemes lenne menni. Szóval, hogy ki lehessen érdemes legyen kimenni a pályára, hogyha... Köszöntjük nézőinket! A mai nap mítoszának a témája a tanulás lesz. A tanárok 95%-a szerint nem lehet felkészülni egy dolgozatra egy 10 perces szünet alatt. Mi ezt fogjuk ma megcáfolni. Mivel Bence nem járt be órákra, rajta fogjuk tesztelni, mert így lesz a legidősebb. Na kezdhetjük? Csináljuk! Amíg Bence tanul, én elkészítem számára a dolgozatot. A 2016-os középszintű történelmi érettségiből váltogatok hozzá feladatokat. Na lássuk, hogy boldogul vele! Na kezdhetjük? Kezdhetjük! Parancsolj! Köszönöm. Mérd az időt? Mérd! Mehet! De nézzük a megoldásokat. Minden megoldás helyes. Gondoltam, hogy ezt az eredményt fogjuk kapni. Hát srácok, itt a bizonyíték. Igenis fel lehet készülni egy dolgozatra egy 10 perces szünet alatt. Szerintem ezt a mítoszt megcáfolhatjuk. Megcáfoltunk.
Köszöntöm újonnan becsatlakozó nézőinket! Ez itt a BKG News, én pedig Kozma Renge Krisztina vagyok. Főbb híreink összefoglalva. 2010-ben 33 gyerek kezdte meg tanulmányait a Batthyány Kázmér Gimnázium 5. B osztályában, melynek osztályfőnökje Haraszti Zsuzsanna volt. Még abban az évben átestek egy gilicealvaton, illetve megjárták Visegrádot erdei iskola keretében. Hatodikos korukban profi előadást láthattunk tőlük a művészeti esten, illetve segítették környezetünket szebbé tenni fák ültetésével. Hetedikben plusz egy fővel bővült az osztály, így már 34-en utaztak márciusban Felvidékre. Tikfa zenekar is itt kezdte meg pályafutását. 8B-sként a Kapszonggal rabolták el mindenki szívét a művészeti estem. Korcsolyázni is többször eljártak. Márciusban az osztály fele Angliában tanult 2 hetet, az itthon maradottak pedig a jégkásázóban töltötték nagy rész szabad idejüket. Ők képviselték iskolánkat a Miklósi Sportnapon is. 9-es korukban, szeptemberben évfolyamukkal közösen 5 napot töltöttek a Csattogó völgyben erdei iskola keretében. Majd gólyaavatójukon műsorként a Mamma Mia-ból adtak elő egy ikonikus jelenetet. 2015. februárjában pedig Charlie Jég dupla viszkivel című dalával döbbentették meg a zsűrit, aki mit tudom. A 10. B felejthetetlen élményt okozott mindenkinek, mikor előadták példaértékű néptánc produkcióikat. Évvégén pedig Erdélybe látogattak, ahol rengeteg új élménnyel gazdagodtak. 11-es korukban évvégén Székesfehérváron voltak városi iskola keretében. A 12. B utolsó évét egy pécsi kirándulással kezdte, mely méltó nyitánya volt az utolsó közös évüknek. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra! Jump, 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 jump